Sziasztok! Ma kirándulni fogunk itt a Paphos régióban, és itt van velem Tanya, egy nagyon kedves barátom. Együtt fogunk nekivágni ma ennek a kalandnak. És itt vagyunk a Pulpvad Paphoszi üzletében, ahol Csaba az üzletvezető, és segített is már nekünk kibérelni egy nagyon vagány kis bagit. A terv az, hogy elindulunk Paphosról a Coral Bay irányába, ott megállunk, megnézzük a hajóroncsot és a tengeri barlangokat, onnan tovább az egyik kedvenc helyembe, az Avakász hasadékhoz. Majd, ha már ott vagyunk, akkor megállunk egy picit a Teknő strandnál, és hazafelé még benézünk az Adonis fürdőjéhez. Ez a terv, meglátjuk, mi sül ki belőle, úgyhogy ha van kedve, tehát akkor tartsatok velem. Kezdtünk az első megállónkhoz, ami az Edro 3 hajóroncs, és vannak itt nagyon szép tengeri barlangok is, plusz egy szuper étterem, az Oniro by the Sea, és még ráadásul egy hatalmas banánültetvény, úgyhogy érdemes itt megállni, körülnézni egy picit. Megérkeztünk az Avakász hasadéknak a parkolójához. Hát az eddigi tapasztalataim alapján azt kell mondjam, hogy nagyon élvezetes az út, de azért mindenképpen kell vezetési tapasztalat. Tehát nulla tapasztalattal, vagy ha még csak nem régóta vezettek, szerintem ne vágjatok neki, főleg ezeken a nagyon-nagyon buckás utakon. Ugye letértünk a főútról az Avakász irányába, és onnantól kezdve akkor indult a móka igazából. De egyébként nagyon jó. How do you feel, Tanya? I'm good. It's a nice night. Tanya vezetett. Hát volt azért egy-két húzós szakasz. Megérkeztünk a Lara étterembe, itt fogunk most enni valamit. Egy picit kalandos volt az utunk idefelé, egy párszor eltévedtünk, de valahogy mindig sikerült visszakeveredni a jó útra. Ez az étterem itt van a Lara felé vezető úton, nagyon-nagyon szép környezetben. Egy picit lepukkant, picit egyszerű, de arra tökéletes lesz, hogy most itt együnk valamit. Nem is nagyon van más étterem itt a környéken. Lara öbölbe, amit Teknős strandnak is szoktak hívni, ugyanis ez egy teknős védelmi rezervátum, egy természetvédelmi terület, egyébként egy strand, sokan jönnek ide strandolni is, habár napernyőket nem lehet leszúrni, és egyébként ez egy háborítatlan terület, kutyákat sem lehet ide behozni. Most nincs teknős szezon, már elmentek a kis teknősök augusztusban és szeptember elején, de ettől függetlenül ez egy nagyon szép rész, tengerparti rész, úgyhogy érdemes itt is megállni. Egy picit elszúrtuk az időt, az az igazság, hogy amikor elindultunk, elfelejtettünk tankolni. Úgyhogy ez már csak akkor jutott eszünkbe, amikor már igazából az Avakász hasadék közelében voltunk.
És így vissza kellett jönnünk a Coral Bay-re, és kellett tankolnunk. Utána egy párszor eltévedtünk, amikor a Lara Bay-t kerestük, úgyhogy ez elég sok idő elment. Úgyhogy nem kockáztattuk már meg, hogy bemegyünk az Adonis fürdőjébe, és hogy sötétben jöjjünk haza. Mi köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Tanya, az szuper nap volt, én nagyon jól éreztem magam. How did you feel, Tanya? Good. Very good. Was good? Yes. You're driving very well. Nagyon sokat röhögtünk, szerintem baromi jó volt. Úgyhogy ha van kedvetek, és van kellő vezetési tapasztalatok, akkor szerintem nyugodtan belevágtatok egy ilyen kalandba. Mi köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Sziasztok legközelebb! Sziasztok! Hello! Welcome to Cyprus. Hello.